Még a nagy nyaralások el sem kezdődtek, ám már is számtalan baleset történt az utakon. A mentőmotorosok vezetője számol be idény kezdetükről. Majd részt veszünk egy csillagtúra motorozáson, ahol megtudjuk, milyen veszély fenyegeti őket az utakon. És foglalkozunk az autópálya matricák helytelen vásárlásával is. Ez idén nagyon korán sikerült elindulnunk, már áprilisban kint voltak a motorjaink az utakon, és életeket mentetek. Több súlyos motorbalesetnél is jártunk, ahol nagyobb részben az autósok figyelmetlensége, szabálytalan megfordulás, szabálytalan előzés szerepeltek a baleseti okokban, de természetesen találkoztunk olyan esettel is, ahol egész egyszerűen a sebesség helytelen megválasztása, akár a motoros, akár az autós részéről nagyon komoly szerepet játszott a baleset bekövetkeztében. Egy hónap alatt annyi gyerek balesethez riasztottak bennünket, mint tavaly egész évben összesen. Ebbe autóbalesettől kezdve, újraélesztésen keresztül minden szerepelt, ami a gyerek repertoárban előfordult, úgyhogy nagyon komoly szakmai felkészültséget igénylő feladatokat kaptunk már az idén. Ezért is szerencsés, hogy az őszi továbbképzésünknek az egyik fő témája az a gyerekellátás volt, úgyhogy most a befektetett energia az megtérült ebben a dologban, és nagyon sokat tudtunk hasznosítani azokból, amiket ősszel megtanultunk. Az elmúlt időszak egyik legmegdöbbentőbb esete az pont egy gyerekhez kötődik, az M5-ös autópályán egy külföldi rendszámú autóban utazott egy 5 éves gyerek, aki nem volt bekötve az autóban, az autó balesetet szenvedett, és mivel semmilyen módon nem volt a gyerek rögzítve, ezért kirepült az autóból, neki csapódott a szalagkorlátnak. A helyszínen lévők majdnem 10 percig keresték, hogy hol van a gyerek a baleset helyszínén, mire megtalálták, és aztán végül is a gyereket azt majdnem 60 méterre az autó roncstól találták meg a szalagkorlát tövében, ott a magas fűben. Nagyon bravúros mentést követően sikerült a gyerek állapotát stabilizálni, és végül is mentőhelikopter szállított el a helyszínről. Azóta a gyerek jól van, több hetes intenzív osztályos kezelést követően most már egy sima gyerekosztályon lábadozik, de ez is azt mutatja, hogy a felelőtlenség az minden esetben szerepet játszik, vagy játszhat az ilyen súlyos kimenetelű balesetek bekövetkeztekor. Motoros balesetünk is volt már szép számmal. Az egyik legmegdöbbentőbb, furcsább baleset az Aszót belterületén történt, ahol egy autó egy dupla záróvonalon keresztül keresztbe fordult és elütött egy szabályosan közlekedő motorost, aki előtt egy busz állt egyébként, és hát valami csoda folytán a motor a busznak az egyik oldalán csúszott el, az autós pedig a másik oldala mentén csúszott végig, és így súlyos, de nem életveszélyes sérülésekkel megúszta a mutatványt. Úgyhogy ez egy teljesen tipikus baleseti mechanizmus motorosok kapcsán, ugye, hogy vagy elég kanyarodik az autó, vagy szabálytalanul megfordul a kocsi az úton, és akkor ugye hát nem nagyon van menekülő útvonal, úgyhogy mindenképpen baleset a vége. A fővárosban és az autópályák mellett működő mentőmotoros szolgálat közel 1000 sürgősségi hívást kapott 2013-ban, amelyek közül több, mint 170 eset az életet közvetlenül veszélyeztető sérülés volt. A tapasztalat az eddigi években, hogy minél inkább haladunk a nyárba, annál magasabb a motorjainknak a riasztási száma.
Itt hadd említsem meg külön a mentőrobogósainkat, akik minden eddigi vonulási számot megdöntöttek már. Egy hónap alatt 184 riasztásuk volt, ami messze-messze meghaladja a tavalyi átlagot. A tavalyi átlag az ilyen 120-130 riasztás volt egy hónapban. Róluk is elmondhatom, hogy nagyon sok olyan esetet láttak, amik magas szakmai felkészültséget igényeltek, az újraélesztéstől kezdve az agyvérzésen keresztül szívinfarktuson át, úgyhogy nagyon komoly munkát végeznek ők is. Segítsük mi is a munkájukat, és figyeljünk oda egymásra. A Nemzeti Közlekedési Hatóság a közlekedés biztonságáért alapítvánnyal széles körű társadalmi bázisra építve a motoros idény kezdetén a balesetek megelőzése érdekében motorkerékpárosok részére csillagtúra motorozást szervezett. Egy nagyobb csoport Debrecenből indult, majd több résztvevő más-más városban csatlakozott hozzájuk. Alapvető célként kezeljük a motorosok partnerséggel kapcsolatos feladatát, mert hogy nem egyedül közlekednek a motorosok, tehát próbálunk a személygépkocsi vezetők kamionok között közlekedni, velük partneri kapcsolatot teremteni. A másik célja az, hogy a motorosok egyfajta életformát viselnek, annak a gardírozása a motorosok életformájához kapcsolódó feladatok végrehajtása. A Közlekedéstudományi Intézet évek óta kutatásokat végez annak érdekében, hogy kevesebb motoros baleset történjen. Nagyon fontos tudni azt, hogy a motoros közlekedésnek nem csak a jármű oldalról vannak speciális igényei, hanem az infrastruktúra oldaláról is, és ezeket az igényeket valahogy a közutak tervezésénél meg kell jeleníteni, ezen dolgoznak a szakemberek, és nagyon fontos, hogy a motorosok, motorral közlekedők, lehetőleg a szakemberek, akik motorral közlekednek, meg tudják fogalmazni ezeket az elvárható igényeket, infrastruktúrától, közlekedés szervezéstől, forgalmi rend kialakítástól, mert a járműbiztonság az egy másik kérdés, és azt úgyis a gyártó oldal kezeli. A motoros találkozó egyik eleme a motoros érdekvédelmi szervezetnek a létrehozása volt. Az érdekképviselet főleg inkább a balesetek bekövetkezése előttig tudja Isten igazából betölteni a szerepét. Tehát alakuljon ki egy olyan fajta szabályozás, ami megfelel a motoros társadalom számára, alakuljon ki egy olyan infrastruktúra, egy közúthálózat, amelyik figyelembe veszi a motorosok érdekeit. Nagyon sokszor azt mondják, hogy ahol a gépkocsik elmennek, és ha arra tervezik, akkor ott a motorosok is ugyanúgy el fognak menni és közlekedni tudnak. Tehát nem mindegy, hogy az út széle hogy néz ki. A motorosok adott esetben, hogyha beleakadnak valamivel, vagy elcsúsznak valamin, akkor őnáluk már egy komolyabb sérüléssel kell számolni sajnos. A szalagkorlát az alapvetően védi a személygépkocsiban ülőket, a buszon ülőket és így tovább. Ugyanakkor veszélyt jelenthet a motorosoknak, éppen a tartó oszlopnak, korlátnak csapódás miatt. Vannak már olyan kiegészítő lehetőségek, amelyek éppen a motorosokat védik meg ettől, de számtalan dolog szolgálhatja az ő biztonságukat. Akkor tudunk hatékony megoldásokat javasolni és a műszaki szabályozásba átültetni a jó megoldásokat, hogyha a gyakorlat oldaláról jönnek a visszajelzések. Az érdekképviselet megalakulásán kívül a nap egyik fő sajátossága volt, hogy a ring pályáján a motorosok kipróbálhatták vezetési tudásukat. A gyakorlás pedig végtelen fontos, hiszen a motor nem mindennapos jármű, a vezetési tudás bizony megkophat. Nem árt gyakorolni. A Hungaroring területén működő vezetéstechnikai centrumunk pont ezért épült, hogy biztonságos körülmények között tudjunk olyan helyzeteket szimulálni, amit az életben, veszélyhelyzetben meg tudunk tapasztalni. Ha megnézzük az aszfalton is, olyan felfestett pályacsíkok vannak, olyan bójarendszerrel tudunk kialakítani, amivel a tampája megfelel azoknak a standardeknek, ahol tényleg mindent be lehet gyakorolni. Elindult a nyár, sokan elindulnak nyaralni Velencei túra, Balatonra, vagy akár távolabbra országhatáron túra. Ugye ezek a hazánk díjköteles útjai, az autópályák és a gyorsforgalmi utak, a személygépjárművek, motorkerékpárok, illetve az autóbuszok számára. Az ezekkel a járművekkel közlekedőknek autópálya matricát, más néven E-matricát kell váltaniuk. Nagyon fontos,
hogy az úthasználat megkezdése előtt, tehát még utazás előtt érdemes erre gondolni, hiszen az utólag megváltott jogosultság az pódíjazási eljárást vonhat maga után. Az autópálya matricát a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT 17 ügyfélszolgálati irodájában, vagy országszerte sok száz értékesítési ponton, például benzinkutakon személyesen is meg lehet vásárolni, de lehetőség van az autópálya matrica SMS-ben vagy interneten keresztül történő megvásárlására egyaránt. Ha véletlenül valaki mégis elfelejti előre megváltani az úthasználati jogosultságot, akkor arra kérjük, közlekedésbiztonsági szempontból is nagyon fontos, hogy ne menet közben próbálja ezt az okostelefonján, interneten keresztül vagy SMS-ben megváltani, hanem az első lejárónál vagy autópálya pihenőnél húzódjon félre, álljon meg és biztonságos körülmények között tegye meg mindezt. Nagyon fontos, hogy a vásárláskor a megadott rendszám és az érvényességi idő helyességét minden esetben ellenőrizzék az utazók, ugyanis a helytelenül megadott adatok pótdíjat vonhatnak maguk után. Rendszám vagy felségjel tévesztés esetén lehetőség van utólag egy 1470 forintos szolgáltatási díj ellenében 3 karakterig módosítani a rendszámot az ügyfélszolgálati irodáinkban. Az autópálya matrica jogosultsága nem vészel akkor sem, ha autónkat ellopják. Ugyanis a rendőrség vagy a biztosító erről szóló igazolásának bemutatása esetén az ügyfélszolgálati iroda 1470 forint szolgáltatási díj ellenében új, az előzővel megegyező díjkategóriára és érvényességi időre szóló jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt ad ki. Ha valaki évközben vásárol új járművet, az előzőt eladja, vagy esetleg a járműve balesetet szenved és totálkáros lesz, az autópálya matrica akkor sem vész kárba, az ügyfélszolgálati irodáinkon átörökíthető az úthasználati jogosultság.